hétfő reggel 10 óra van, itt vagyunk a Telki edzőközpontban, és hamarosan érkeznek a válogatott játékosai, hiszen megkezdik a felkészülést a Svédország elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzésre. Most olyan lehetőséget kaptunk, hogy egy kicsit beleshetünk a kulisszák mögé, hogyan is élnek itt a játékosok, hol készülnek, mit esznek, hol gyúrják őket. Úgyhogy nézzük meg, mik vannak a kulisszák mögött itt Telkiben. Örülök, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást, és hogy megmutatjátok, hogy mi is van itt tulajdonképpen Telkiben. Itt vagyunk az aulában, itt találkoznak a játékosok általában. Ez a rész az, ahol a játékosok először beérkeznek, egyben meg a recepcióhoz, megkapják a kártyájukat, elfoglalják a szobájukat, és utána szépen lassan felveszik a ritmust, mennek, megkapják a szerelésüket, Pipi bá csinál a szertárba. Akkor tehát irány Pipi bá, tehát Ambrus Imre birodalma, a szertár. Ez a sétáló cipő, jó? Próbáld meg, lejössz, megnézzük a méretet, mert azt hiszem sétáló futócipő nincs meg, vagy fogsz kapni. És akkor zoknit? Itt van, hogy? Gyert. Jó? És akkor valami nem jó, akkor hozz vissza. Jó. Miután mindenki megkapta a szerelését, felfedezzük az éttermet és a konyhát. Az itt dolgozók külön füzetben vezetik, kinek milyen speciális kérései vannak. A felvételnél egyébként nem feltétel a foci szeretet, itt úgyis mindenki rajongóvá válik. Van, aki különböző különlegeséget szeret kérni az étkezésnél. Vannak olyan játékosok, akik tényleg a szobák elosztásánál, van, aki szeret egyedül lenni, van, aki szeret valakivel megosztani a szobáját. Ott is elég jó kialakult párok vannak, szombathelyeket tudnám említeni, akik, ahol tényleg például, mikor a király Gabival, hogy most ki lehet ő a koridős, és akkor két másik szombathely is van, és akkor kivel oszta meg a szobáját, szoktak ilyen, most nem is tudom, hogy vitták lenni, de azért... Na és most akkor kivel van most? Halmosi Péterre vagy Stieber Zolival lesz? Úgy tudom, a Komannal lesz, ha jól tudom. Tehát, tényleg ő is még szombathelyi. Pontosan, egyik legidősebb és egyik legfiatalabban. Korábban volt a Halmosi Péterrel, ő egy ideig nem volt, és akkor úgy alakult, hogy akkor most bevált, hogy a Komannal van. Hát a Halmosi Peti nem fért vissza a szobába. Vannak speciális kérések, de azért egyáltalán nem olyan különlegesek, de most nézzük meg a konyhát, ahol a finomabbnál finomabb ételek készülnek. Itt vagyunk tehát a Telki edzőközpont konyhájában, ahol már javában készül a mai menü, és itt van mellettem a főszakács. Mennyire más ilyenkor itt az élet, amikor itt van a válogatott? Jó napot kívánok! Hát gyakorlatilag annyival, hogy odafigyelünk jobban mindenre, de ugyanúgy más csoportnál is, és hát ami a szokványos, mint más csoportoknál, vagyis más futballcsoportoknál, az orvosokkal szoktam konzultálni. Tehát egyrészt az, hogy leülünk, vagy pedig elküldik e-mailbe, hogy mi legyen a menü, vagy pedig szóban egyeztetünk, hogy meccsnap előtt miket szabad már csinálni. Tehát azért van egy kis mozgásterünk, előtte lehetünk kreatívabbak, de utána inkább már csak rostunk sültételek, töményebb marhahúsok, vagyis vöröshúsok, aztán persze a halak, ugyanúgy szárnyasokat teszünk ki, de ezeket már csak éppen grillezzük, roston esőtjük, hasonlóképpen a zöldségeket is. A konyha után pedig irány az emelet, tehát a nagy válogatott székhelye. Megnézhetünk egy szobát belülről? Természetesen. Akkor menjünk. De hogy pontosan milyen is ez a szoba, kiderül holnap 18 óra 45 perctől a Sport 1-en. Megismerkedhettünk a Telki edzőközpont azon felével, ahol a játékosok az érkezések utáni első perceiket töltik.
Most következzen az emelet, ami tulajdonképpen az otthona erre a néhány napra a kerettagoknak. Most jövünk ide föl a szobákhoz, ugye itt lakik a nagy válogatott, itt az emeleten mindig. Igen, az első emelet az alválogatotté, és az ő szobáik itt vannak elhelyezve, ahol most éppen vagyunk, ez a közösségi rész, a bár rész. Itt a játékosok elég sok időt el szoktak tölteni, tehát edzések között, vagy a reggeli időben leülnek, beszélgetnek, van lehetőség internetezni, tehát internetsarok van. Hátul van PlayStation sarok, biliárdasztal, darts, tehát figyelünk arra is, hogy azért a szabad idejükben ne unatkozzanak a játékosok. Megnézhetünk egy szobát belülről? Természetesen. Akkor menjünk. Most ebben a szobában is egy játékos költözött, ugye látom, és ki van készítve mindenféle gyümölcs, ezek gondolom alap dolgok. Igen, természetesen, tehát figyelünk arra, hogyha netán valamit időközben így csipegetni szeretnének, azt meg lehet. Van minibár, igazából nem töltjük fel alkohollal ebben az esetben, de tudnak hideg üdítőket fogyasztani. Természetesen tévével fel van szerelve a szoba, internet kapcsolattal. Tehát ez egy 4 csillagos szállodának minősített, és minden kényelemmel el van látva. Dr. Szilágyi Györgyöt sokszor láthattuk már a kispadon Egervári Sándorként. Most végre saját birodalmában is találkozhattunk vele. Az a vicc, mikor minden rendben van, és az a vidámság, mikor nincs panasz. Ha pedig van panasz, akkor viccesen megoldjuk, hogy ne legyen probléma. Tehát ne legyenek megoldhatatlan probléma. De gondolom az elég ritka, hogy ne legyen panasz, nem? Hát nézze, én azt mondom, munkanélkül nem szép az élet. Úgy szép az élet, ha van munka, nem? Mert akkor mindig van öröm, és az öröm az, hogy van eredmény, egészséges lesz a játékos. Itt van ugye balra az orvosi szoba, most meg hova megyünk, a rehabilitációs szobába? Igen, ez igazából egy központi helyiség, tényleg a játékosok elég sokat vannak itt, nem csak azért, mert sérülésük van, hanem nagyon szeretnek itt lenni, főleg edzések előtt igazából pulcálja a levegő, bekapcsolja az egzi, a zenét, itt akkor tényleg a játékosok spannolják magukat az edzésre, és hát tényleg az orvosi stáb pedig dolgozik a játékosokkal. És itt ilyen lelki ápolás is folyik, hogy ennyien ide beülnek? Igen, a játékosokkal igen, azért kell beszélgetni, Ejzi nagymestere ennek is. És hát mondom, főleg az, hogy neki elég jó zenéi vannak, tehát most éppen nem kapcsolta be, de tényleg a legújabb, legmodernebb zenék. Pont itt van mellette az igazgatói iroda, tehát mi halljuk, és hogyha netán talán nincs bekapcsolva, akkor külön kérjük az Ejzit, hogy hát valamit azért már, mert nem tudunk dolgozni. Ejzi, miért nem megy most a zene? Most nagyon csönd van. Ja, és a kamera kedvéért, hogy ne zavarjon minket. Igen, meg most relaxál a Józsi is. És milyen zenéket szoktál bekapcsolni? Hát R&B zenét szeretem, meg a srácok is. És modern világban élünk most már. És sok teendőd van most így a svéd meccs előtt? Sérülésekkel jöttek vissza a játékosok? Hál' Istennek sérülésekkel nem, de gyulladni azt nagyon szeretnek. És itt vagyok a konferencia teremben, ahol látom, hogy Csábi József éppen dolgozik valami, gondolom, hogy a svéd csapatot térképezi fel valamilyen technika segítségével, hiszen egy laptop mellett ül, de rögtön megkérdezzük, hogy mit is csinál pontosan. Egy nagyon, nagyon jó program. Tulajdonképpen több kamera felvételével, illetve egy ilyen animáció felvételével is tudjuk elemezni, és szintén a saját szempontjaink szerint csoportosítani azokat a mérkőzésen történt eseményeket, amit fontosnak tartunk. Akár az ellenfél játékát illetően, akár a saját játékunkat illetően, mert mi ezt úgy szoktuk, hogy például ma van az első nap, itt az első nap, azért mi átesünk este egy olyan elemzésen, ami az elmúlt mérkőzésünknek az elemzése. Természetesen a játékosok rendelkezésére áll még a wellness részleg és az edzőterem is. Gyakorlatilag nincs olyan igény, amit ne tudnának kielégíteni a személyzet tagjai. Mint mondják, rajtuk nem újjon. Ha pedig nyer a csapat, a sikert egy kicsit a sajátjuknak is érzik a helyiek. Most viszont búcsúzunk, hiszen kezdődik az edzés a hátsó füvesen.